Szeretettel köszöntök mindenkit Jézus Krisztus nevében, az élő víz forrása gyülekezetben. Folytatjuk Jelenések könyve 13. fejezetének a tanulmányozását, és a második szakaszt vesszük át, amikor is a földből feljövő fenevad, vagyis a hamis próféta cselekedeteit fogjuk tanulmányozni. Mielőtt beletekintenénk ebbe az ige szakaszba, egy útra való igét szeretnék felolvasni, Ézsaiás próféta 8. fejezetéből, így hangzik: mert így szólott hozzám az Úr, rajtam levén erős keze, hogy tanítson engem, hogy a nép útján ne járjak, mondván, ti ne mondjátok összeesküvésnek valamit, a nép összeesküvésnek mond, és félelme szerint ne féljetek, és ne rettegjetek. A seregek urát őt szenteljétek meg, őt féljetek, és őt rettegjétek, és ő nektek szent hely lészen. Ebben az ige szakaszban már is napjaink problémájával találkozunk. Többek között az, hogy van Istennek tanítása, amely szerint élhetnek az emberek, és van a világnak tanítása, amely szerint élnek emberek, de ne úgy éljünk, ne a világ tanítson bennünket, hanem Isten tanításán járjunk. És nem mondjuk összeesküvésnek azt, amit a világ annak mond. És most nagyon sok összeesküvés elmélet kering a közösségi médiákban, a világban, az emberek között, a hírek között. De mi nem mondjuk összeesküvésnek azt, amit a nép, vagyis a világ annak mond, és ne a világ félelme szerint éljünk, hanem az Isten félelem, az legyen a mi szívünkben erős. A seregek urát őt szenteljük meg, őt féljük, őt rettegjük, akkor lesz nekünk szent hely és oltalom. Nos, a bevezető igék után akkor térjünk rá az utolsó időknek az helyére. Dátumos időt soha nem fogunk tudni mondani, azért, mert Jézus Krisztus nem dátumokban fejezte ki az ő visszajövetelét, hanem az utolsó időket jelekben határozta meg, és már az ószövetségi igék is egy utolsó évhétről beszélnek. Dániel mondja, egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget. Tehát nekünk egy 7 éves ciklust kell keresnünk, ez a 7 év az utolsó 7 év, és minden év a héberben időket is jelent, éppen ezért nekünk az utolsó idők, az utolsó 7 év eseményeit kell szemmel tartani. És itt azt olvashatjuk, hogy egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget. Milyen szövetséget erősít meg? Izraelnek a békekötésre való szövetségét, mert Izrael a békesség fejedelmét várja. Éppen ezért a békesség fejedelmeként érkező messiási személy neki békekötésekkel kezdi meg az utolsó évhetet. És akkor most láthattuk is a hírekben egy ilyen béke megállapodás, egyetlen egy az ábrahámi egyezményt, amelyet augusztus 13-án kötöttek meg, és szeptember 15-én írtak alá. De ez csak egyetlen egy. Tehát itt még nem a sokakkal való béke megállapodásokról olvashattunk a hírekben, hanem történt egy ilyen. Igen, oda kell figyelnünk, és akkor figyeljük majd a többit is. És úgy folytatja Dániel a 27. versben, hogy de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és ételáldozatnak. Vagyis a templomban elkezdődik a mindennapi áldozás, az áldozat bemutatása, és a hétnek felén ez a fenevad, az antikrisztusi személyiség, ennek a mindennapi áldozásnak, áldozatnak véget vett, de rögtön ez ketté osztja nekünk az utolsó évhetet, mégpedig 3,5 évre, 1260 és 1260 napra. És Jézus Krisztus elnevezte ezt a két időszakaszt Máté evangélium a 24. fejezetében. Az első szakaszt Ódinnak, ami a szülőasszony fájdalmát írja le, ez a vajúdó fájdalom, a vajúdás ideje. A második szakaszt pedig elnevezte Jézus Krisztus Talipszisznek. Ez pedig a kibírhatatlan nagy nyomás, nagy nyomorúság. A Talipszisz az mindenkit elpusztító nagy nyomorúság. Éppen ezért, hogy a választottak el ne pusztuljanak mind, ezért a választottak számára
Lipszisz napjai megrövidítetnek, megkevesbítetnek azért, hogy életben maradjanak ebben a nagy nyomásban, nagy nyomorúságban. Utána ezt olvassuk, hogy Dániel 12.11-ben, hogy miután a pusztító utálatosság föltétetett, és a mindennapi áldozat elvétetett, utána ez a tlipszisz, vagyis a hátralevő idő 1290 nap lesz, 30 nappal megszaporodik ez a 1260, és 1290 nap lesz a hátralevő idő. Tehát a nagy nyomorúság, a pusztító útállatosság feltétele után több lesz 30 nappal. Mi az a pusztító útállatosság? A pusztítónak az útállatos képe. Ugye az Ószövetség rendelkezik a pusztítóról, az egy személy, annak az útállatossága nem más, mint az útállatos kép, a bálvány kép fölhelyezés a templomba. Tehát azt mondja nekünk az Újszövetségiek 2. Tesszalonikában, hogy az Antikrisztus maga ül be, mint Isten, az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatja magát. Többek között arról szól ez az ige, hogy kijelenti, hogy vége az ateizmusnak, mert íme itt van az Isten előttetek. Van Isten. Ezt jelenti a 2. Tesszalonikában ez az ige. Tehát templomnak lenni kell, ebbe a templomba beül az Antikrisztus, és az ő képmását is behelyezik a templomba. Ez egy nagyon érdekes jelenség, véget vet az ateizmusnak ezzel az Antikrisztus. Nos, térjünk vissza az utolsó hét elejére, ami az utolsó idők jeleivel határozható meg. Tehát az utolsó idők jelei meghatározzák az utolsó évhetet, és annak a kezdetét fogjuk most megtekinteni. Jézus Krisztus a Máté 24-ben három jelet mutat be nekünk az utolsó évhét kezdetére, amivel azt mondja, hogy mindezek a sok nyomorúságnak, az Ódinnak, a vajúdásnak a kezdetei, és itt azt mondja, hogy hamis Krisztusok, háborúk hírek hallása, itt a háborúk hírek hallásának a természete a jel, nem a háborúk. Ez nagyon fontos. És az etnikai területi háborúk, éhségek, dökhalálok, földindulások. És ebben a gondolatban a dökhalál görög szava az a loimos, ami járványt is jelent. És akkor már is megérkeztünk a napjaink probléma köréhez. Csupán azt kell nekünk eldönteni, hogy megvan ez a három jel együtt, mert a jelek közé Jézus Krisztus logikai és kapcsolatot pakol, nem pedig vagy kapcsolatot, hogy vagy ez, vagy az, vagy amaz, hanem ez is, ez is, ez is, és hogy a békekötések, a szövetségkötések megerősítése is megvan éj. Tehát ez négy jel, hogyha ezt együtt nem látjuk, együtt, ezt is, ezt is, ezt is, és ezt is, akkor nem vagyunk az utolsó évhétnek a kezdetén sem, és arról nem is beszélve, hogy templomnak lenni kell az utolsó héten. Ami biztos, hogy templom már van 2300 nappal előbb, mint az utolsó hét évnek az utolsó napja. Tehát onnéttől vissza kell számolni 2300 napot, mivel 2300 este és reggel idegen seregek tapossák a szent helyet. És akkor ezt kiszámoljuk, akkor az utolsó idő első napjától számolva 250 nap múlva már tapossák a szent helyet. Tehát akkor nagyon fontos nekünk ezeket a feltételeket figyelni és tudni, hogy megvannak-e, és csak akkor mondhatjuk, hogy elkezdődött az utolsó idő. Szóval nem fogjuk tudni megmondani. Ezt nem fogjuk tudni megmondani, hogy elkezdődött. Csak úgy néz ki, hogy ott vagyunk valahol a környékén, de hogy elkezdődött, ezt kijelenteni nem fogja tudni senki, mert a templomnak is ugye 250 napos késleltetéssel van teljesen biztos készenléte az utolsó időben. Lehet, hogy előbb kész van, ezt nem tudni, de a biztosat az a 2300 este és reggel mutatja meg. És itt a loimosszal, a járvánnyal kapcsolatosan nagyon fontos megjegyezni, hogy
az utolsó időkben egészen az eklézsia elragadtatásáig a négy apokalipszis lovasa tevékeny. Fehér, vörös, fekete és a hullaszínű ló. És a hullaszínű ló olvasatánál olvashatjuk azt, hogy dökhalállal, járványokkal és a földnek fenevadai által, itt emberekre mutat a Szentírás, nem állatokra, emberekre, akik vadállat módján pusztítanak, a földnek negyed része pusztul el. Tehát ez nagyon fontos megnevezni, hogy az utolsó időben az eklézsia jelenlétéig tart a négy lovasnak a működése, és itt a hullaszínű lovas, mire bejárja a földet, a járványokkal, dökhalálokkal és a földnek fenevadainak pusztítása által, az a földnek negyed részét fogja követelni. És hát egyébként meg mindenki tudja, hogy milyen törekvések vannak a földnek fenevadai által az emberiség létszámának a csökkentésére nézve. Tekintsünk bele az 1997-es 154-es EU törvénybe, amelyet 1997-ben a Hon kormány hozott, amikor is Kökény Mihály volt a népjóléti miniszter. Tehát ennek a törvénynek az 56, 57, 58 paragrafusa vonatkozik a bennünket érintő oltással kapcsolatosan. Ez a három paragrafus semmit nem változott most. Tudom nagyon jól, hogy nagyon sokan most nekiestek a kormánynak azért, mert hogy meghozta a halál, illetve a bitófa törvényt, de ez nagyon komoly hazugság. Tehát mindazok, akik azt mondják, hogy ez a kormány most meghozta a halál törvényét és a bitófa törvényét, hazudnak. Mert a Hon Gyula regnálása és Kökény Mihály regnálása idején hozott törvényben ez a három paragrafus semmit nem változik. Egy pontot sem. Innentől kezdve a hazugság világa hatáskörébe tartozik az, amikor keresztény közösségekben, főleg ha szószékről hirdetnek ilyen állításokat, miszerint az Orbán kormány ilyet hozott volna, vagy ilyenné módosította volna, nem igaz. Ez nem igaz, ez hazugság. Ezek a törvények 1997 óta vannak, most ehhez a kormány nem nyúlt hozzá. És ebből is lehet látni, hogy azok, akik nem néznek utána ilyen törvénymódosításoknak, csak felkapott híreszteléseket kapnak, vagy osztanak meg másokkal, helytelenül viselkednek. Nekünk ugyanis a Biblia kijelentéseiből kell táplálkozni, nem a világ tanításaiból. Nekünk nem a világ tanításai szerint kell élnünk. Ésaiás proféta 8. fejezetéből nem véletlenül hoztam ide azt az igét, hogy Isten tanítása legyen a mi táplálékunk, és ne a világ tanítása szerint éljünk. Ne a világ összeesküvés elméleteit kövessük. Törvénnyel kapcsolatosan egy nagyon fontos dolgot el kell nekünk mondani a Biblia tanítása szerint. Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől. És amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Azért, aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene. Akik pedig ellene támadnak, önmaguknak szereznek ítéletet. Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetek rettegtetésére vannak, akkor arra pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól. Cselekedd a jót, és dicséreted lesz attól, mert Isten szolgálja ő a te javadra. Nekünk Isten igéje rendeli el a törvénykövető életmódot. Egészen addig, még a törvény nem mond ellent Isten igéjének. Folytassuk tovább történetünket, és nézzünk vissza ehhez az utolsó évhét ábrázoló időegyeneshez. Nagyon fontos azt tudni, hogy az eklézsia földön egészen a Jézus Krisztus visszajöveteleig itt van. Jézus Krisztus eljövetele az eklézsia elragadásával jár együtt, valamint elhozza a haragot.
Jelenések könyve 6. fejezetében olvashatjuk, hogy a bárány megérkezése a bárány haragjának megérkezésével azonos. Azonban mondja 1 Tesszalonika 1:10, hogy mi várjuk őt az égből, akit feltámasztott a halálból, a Jézust, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól, mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. A kegyelem eltávozik, a harag eljön. Mi nem haragra rendeltettünk, és minket Jézus Krisztus megszabadít a harag elől. És amikor eljön a harag idejével ebben az évhétben rendelkezünk nekünk Jelenések 11-15-17 verse, és a Jelenések 16-17 verse, amely igék szerint a haragnak a vége a 7. trombita szó, vagy más néven. 7. haragpohár kiöntésekor történik meg, tehát az utolsó csapások lezajlása után véget ér a harag, és a harag idejéről rendelkezik Isten igéje, miszerint ez 42 hónapig tart. Éppen ezért az apokalipszis az utolsó 7 év utolsó napjától visszaszámolunk 42 hónapot, ami 1260 nap, és azt mondja a Jelenések 13.5. vers, hogy Isten ennyi időt ad neki, hogy cselekedjék 42 hónapig. Tehát a Jelenések 13.5. versében azt olvashatjuk, hogy a tengerből följövő fenevad, ugye a tenger az a népek forradalmi tömegét jelzi, tehát az utolsó időben kell lenni a Földön népi forradalmaknak, mindenhol forradalmat kell generálni, amelyből egy antikrisztus megszűnik, aki majd nagy rendet fog csinálni, igen diktatórikus módszerekkel. Minden esetre ez 42 hónapig cselekedhet csak. A tengerből följövő fenevadat antikrisztusnak nevezzük. A Jelenések könyve mindig fenevadat mond, sohasem antikrisztust. Azonban János levelében, Jakab levelében, vagy a újszövetségi levelekben gyakran antikrisztusnak nevezi ezt az utolsó évhéten regnáló szemét, aki a népeket tulajdonképpen uralni fogja. Adaték neki 42 hónap, 1260 nap. Ezt, hogyha elhelyezzük ezen az időegyenesen, azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen a hétnek felétől számolva 30 nap múlva kezdődik el a harag napjának a megérkezése. Jézus Krisztus visszajövetele, vagyis az eklézia megéri a hétnek felén a pusztító utálatosság föltételét, fölismeri az antikrisztust, ugye a tengerből följövő fenevadat, és még 30 napig a nagy nyomorúságban benne fog élni, de mivel az antikrisztusnak a cselekvés ideje csak a harag napján van, ezért a földből feljövő fenevad csak ebben az időben pecsét bélyegezheti meg az embereket. Ez az elbélyegzésnek a kezdőpontja, amikor elkezdődik a haragnak a napja. A harag napját a haragtrombiták által való csapások jellemzik, amelyeket János a mennyben haragtrombitáknak nevez, és csapásokat zúdít a földre, és amikor János a földről szemléli a 16. fejezetben ugyanezeket az eseményeket, akkor ezeket haragpoharaknak nevezi. Tulajdonképpen Isten igéje azért mutat be két nézetből képet számunkra a haragnapjáról, hogy tökéletes képünk legyen róla. Ahhoz, hogy egy műszaki rajzot elkészítsünk, és gyártásra bocsájthassunk egy rajzot alkatrész érdekében, ott minimum két nézetben kell bemutatni, egy fölülnézet és egy előnézetben, és ha bonyolultabb az alkatrész, akkor részletrajzokat kell róla közölni a gyártóval. Ugyan ez a helyzet Isten igéjével is, hogy Isten bennünk egy olyan tökéletes képképzést akar elvégezni a kétféle nézetből, és sok apró részlet ábrázolásokkal, hogy helyesen láthassuk az utolsó idők eseményeit. Ezért van haragtrombita és haragpohár, de ezek ugyanazok a csapások.
Tehát egyik sem változik. Azonban egyik a másikat kiegészíti, így lesz teljes a kép bennünk. Nos, a járvány miatti vakcinázás ideje az már itt van a küszöbön, de még templom sehol. Az utolsó idők jeleiből, hát a hamis Krisztusokat igazából nem nagyon látom, hogy lennének hamis Krisztusok. Minden esetre háborús híreket halljuk, meg a háborúk, éhségek, dökhalálok, járványok, földindulások bőven vannak, meg tüzek, katasztrófák. Igen, nagyon sok van, és ilyet látunk. De minden jel, mintha nem lenne meg, templom meg egyáltalán nincsen. Éppen ezért nem mondhatjuk, hogy elkezdődött az utolsó 7 év. De a járvány miatti vakcinázás az már hamarosan kezdődik. Ebben biztos legyen mindenki. De az embereknek a megbélyegzése csak a harag napján kezdődhet. Hát az meg még messze van. Tehát ezért sem lehet ugyanaz a kettő, nem húzhatjuk rá a vakcinára a fenevad bélyegét, az is hazugság lenne, és népek ámítása csalása. Tehát ilyet nem lehet szószékről tenni, ige hirdető ilyeneket nem cselekedhet. Továbbá, ahogy említettem, a bélyegnek a görög Bibliában karagma a neve, ez pedig egy bevésett, benyomott, beégetett bélyeg, ami tárgyszerű. A karagma az egy tárgy, amit bevésnek és beégetnek, vagy benyomnak az embernek a kezébe vagy homlokába. Kezébe vagy homlokába. Nem rá, hanem bele. Ez nagyon fontos, hogy vagy a kezébe, vagy a homlokába. Két ilyen tudományos eszközt láthatunk, a tudomány által kifejlesztve, amelyet az emberek kezébe vagy fejébe azért helyeznek el, hogy az emberi képességek kiterjeszthetőbbek legyenek. Ez a human augmentation, ez most egy nagy tevékenység, hogy az emberi képességek, ahogy Isten bennünket teremtett, nem egészen tökéletes, mondja a tudomány, mert ennél jobbat tud készíteni a tudomány, és olyan szemet, olyan fület, olyan szívet, olyan kezet és olyan lábat alkotnak már az embernek, ami a képességeit megnöveli. A szellemi képességeit is meg lehet növelni az embernek, hogyha egy bizonyos linket, karagmatikus tárgyat az ember fejébe becsippelnek, beoperálnak. Most itt egy darab tárgyról beszél nekünk Isten igéje. De ez nem azonos a stigmával, mert a stigma is bélyeg, csak a karagma az bevésett tartalommal bír, míg a stigma az pedig az ismertető jegy jelentőségét hordozza. Tehát a stigmát nem szabad összekeverni a karagmával. A stigma, Pál apostol mondja, hogy Jézus Krisztusnak bélyegeit hordozom a testemen. Tehát Pál apostolt Jézus Krisztus bélyegeiről vagy sebeiről föl lehetett ismerni. Tehát Pál apostolt háromszor verték meg korbáccsal, ezek mint egy stigmák voltak az ő testén. A karagmát belehelyezik az ember testébe. És azt mondja Jelenések 13-16, hogy jobb kezükbe vagy homlokukba bélyeget tegyenek. Nos, a maga idején cselekedheti ezt a földből följövő fenevad, más néven hamis proféta, hogy a tengerből följövő fenevadnak, vagyis az antikrisztusnak a bélyegét tegyék az ember kezébe vagy homlokába. Az antikrisztus bélyegét, mert a fenevad bélyege az a fenevad tulajdona. Ez nagyon fontos, hogy a fenevad bélyege az a fenevadé, az az övé, az a bélyeg ővele csinált valamit. Ezt látni fogjuk az igéből hamarosan. Mit cselekedett ez a bélyeg az antikrisztussal? Miért az antikrisztusé ez a bélyeg? Ugye a birtokos szerkezetnek bennünket elvezet arra, hogy olyan bélyeg felvételéről van szó, ami valamit cselekedett az antikrisztussal. Nos, már most is működik a törvényszegés titkos bűne, de tudjátok, mi tartja még vissza, és miért csak a maga idejében fog az megjelenni, mondja 2 Tesszalonika 2:6. Ez az ő ideje, ez a 42 hónap. De valami visszatartja. Mi az, ami visszatartja? Működik már a törvényszegés titkos bűne,
csak hogy annak, aki azt most még visszatartja, félre kell az útból tolatnia, és akkor fog megjelenni a törvénytaposó. Ez azt jelenti, hogy valaki az Antikrisztus, a fenevad megjelenését visszatartja. Ez a visszatartó erő nem más, mert mint Isten szent szelleme bennünk. Tehát a bennünk munkálkodó Isten szent szelleme az Antikrisztust nem engedi előbb színre lépni, csak a maga idejében, csak akkor, amikor Jézus Krisztus elhozza harag idejét. Nem léphet színre az Antikrisztus előbb. Működhet már titkosan, tehát az ő működése titokban történik, és ilyen titkos szervezetek a Földön bőven vannak, akik a Földet formálni akarják emberlétszám tekintetében is, csak meg kell nézni a georgiai Stonehenge-éket, hogy mi van arra fölvésve az új 10 parancsolat, a jövő embernek 10 parancsolata, miszerint a Föld lakosságát 500 000 000-ra kell csökkenteni. Most 7 milliárd van. Ez azt jelenti, hogy 14 emberből egy maradhat életbe csak. Tehát rendkívüli nagy létszámcsökkenést prognosztizálnak. Ez azt jelenti, hogy az egyház, akiben a Szent Szellem működik, útjában van az Antikrisztusnak, félre kell az útból tolatnia. De ezt még meg kell előznie egy hitehagyásnak, egy apostáziának, egy olyan szakadásnak az egyházban, amely az emberek hitének elhagyásáról szól. Tehát az eklésiát félre kell az útból tolni. Tessék nekem megmondani, hogy a templomok működését nem ez a járvány nem akadályozta. Működött rendesen az egyház. Ez a járvány az eklésia működését már blokkolta. Már gyülekezetek nem jöhettek össze a járványnak a erős működő idejében. Keresztény közösségek voltak elszakítva, imádkozás, dicsőítési lehetőségek megszakítva. Tehát az egyháznak a félretolása, félretolási kísérlete ezzel mintha úgy sikeres lett volna, de ebben az időszakban, az első szakaszban azért Ódin periódikusan ismétlődő szülőasszony fájdalmához hasonló a leírás, mert hogy van fájdalom, nincs fájdalom a szülőasszonyon. Van fájdalom, nincs fájdalom. Az egyházra nehezedik súly és fájdalom, illetve fölszabadul. Megint rá nehezedik, és megint fölszabadul. Tehát ezt így kell elképzelnünk a jövőt, hogy az egyház hol működik, hol nem, és az egyházat félre akarják tolni az útból, de előtte egy hitehagyás, az egy apostázia az egyházban jelen lesz. És akkor Jézus Krisztus mond nekünk Máté 24-ben egy figyelmeztetést arra nézve, hogy az utolsó időkben hittetők jönnek, akik el akarnak bennünket hittetni. A hittetők működése az nem a világban, hanem az egyházban van. Jézus Krisztus nem arra figyelmeztet, hogy a világban majd politikusok el akarnak bennünket hittetni, vagy bárki. Nem. Ez az ige arra vonatkozik, hogy az egyházban jönnek hittetők, ahogy az előbb is mondtam, hogy a törvény módosítással kapcsolatosan elég gonosz hadugságot benyomtak a keresztény társadalomba. Miszerint a kormány módosította a törvény, de ez nem igaz. Tehát jönnek hittetők, akik vagy politikai, vagy gazdasági érdekből, valamilyen érdekből, vagy érvényesülési érdekből hazudnak és hittetik az embereket. Ez megtörtént egyébként Jeruzsálemben is Jézus idejében, illetve 70-ben a templom lerombolásának idején. Majd a 11. versben azt mondja, sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. Az utolsó idők jelei között Jézus Krisztus nem azt mondja, hogy az utolsó időkben ma jön sok próféta, akik benneteket szépen helyes útra vezetnek, meg kiszolgálnak, majd táplálékkal. Nem ezt mondja. Az utolsó időnek nem a jó próféták, az igaz próféták a jele, hanem hamis próféták támadnak, akik sokakat elítetnek. Öbenetes, de azért nagyon vigyázni kell ezekre a problémákra, és már is megérkeztünk a jelenések 13-11 verséhez, a mai fő témánkra, amely szerint lát
János egy fenevad följönni a földből. A földből feljövő fenevad Isten szövetségesére mutat. Tessék csak megnézni a 17. fejezetet, hogy főpapi ruhába öltözteti, és királyok királyának neveztetik, aki királyoknak oszt koronát. Vagy az Ószövetségben, Mózes 3. könyve, 20. fejezet, 4. vers is arról beszél, hogy Izraelt, mint ószövetségi szövetségest földnek nevezi, tehát a Bibliában ez a földből feljövés, azt jelenti, hogy Isten szövetségesei között vannak hamis proféták, és a végső idők hamis profétája, akinek a szarva a bárányéhoz hasonló, két szarva van. A bárányaihoz azért hasonló a szarva, mert Jézus Krisztus felkent főpap is, a hamis proféta is felkent főpap. Jézus Krisztus Sztefanoszt osztó királyok királya, míg az egyházban levő főpap koronát osztó, ezért ő is királyok királyának neveztetik. Éppen ezért itt egy hamis profétikus, hamis szellemiség áll szembe Istennek szent szellemével, vagy a másik személye, ugye az Antikrisztus, Jézus Krisztus krisztusi személyével. De úgy szól, mint a sárkány, vagyis leleplezi Isten igéje mondván, hogy amikor megszólal, akkor a beszéde már teljes mértékig Sátánhoz hasonló. Éppen ezért, ugye, szólalj meg, hadd lássam, ki vagy. Ha valaki megszólal, akkor rögtön meg lehet látni, hogy hazudik, igazat mond, Isten igéjét mondja, és a bátorítás, vagy pedig becsempészi a hazugságot is a prédikációjába. Ugye, Luther szerint, Ananias Helvig és Luther szerint a pápai tiara feliratára, ugye a Vicarius Filii Dei olvasható ezen a pápai koronán, ami a latin számok és betűk értékelésén 666-ot dob ki nekünk. Ez azt jelenti, hogy a fenevad száma ott van ezen a tiarán. Ez egy régi Luther időben való tiara. Van egy új tiara, amelyen nem szerepel ez a felirat, legalábbis tudomásom szerint. Vatikáni múzeumba vezető lépcsőház kialakítása is egy 3-6-os szimbolizál, akkor 666-ot mutató és népszerűsítő pápai kezek, amelyek ezzel a tisztelgési jelével, itt Maitreyát látjuk, aki a buddhizmusnak egy messiása, aki majd el fogja hozni a megvilágosodást, az ő tisztelgés jelét, egy okkult tisztelgés jelét utánozza ma már nagyon sok ember. Tehát ő jövőben fog megjelenni, mint egy Buddha, és tanítani fogja az embereket. Az ő neve, Maitreyának a neve, héberül, ugye a számokat értékelve 666-ot jelent, itt ismét megjelenik a fenevad száma. Tehát ez nagyon fontos, hogy a fenevad nevének száma jelenik meg sok helyen. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a fenevad aláírása van ott. A fenevad aláírása mindig ott van, ahol az ő munkája van. Tehát mi is a munkánkat mindig egy szignállal, egy aláírással szoktuk megjelölni. Ez a szignál nem más, mint a fenevad nevének aláírása. Sok helyen megtalálható egyébként. Ez nem azt jelenti, hogy vagy ez, vagy az a fenevad bélyege, hanem azt jelenti, hogy a fenevadnak a név aláírását látjuk ezeken a posztokon. Aztán ugye láthatjuk, hogy királyokkal, népek fejedelmeivel tárgyal a világ békéért, meg a világvallás létrehozásáért, és az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte, azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevet, vadat, akinek halálos sebe meggyógyult. És akkor olvassuk most el a Bibliából ezt a halálos sebbel kapcsolatos történetet, ami az első fenevaddal történt, ugye a Jelenések 13. versében olvashatjuk, hogy halálos sebbel megsebesítetik, de meggyógyítaték. Tehát a fenevad egy halálos sebet kap, az Antikrisztus kap egy halálos sebet, de meggyógyítják, meggyógyítaték, és az ő meggyógyításának eszköze, a halálból visszahozásának eszköze, az egy olyan karagmatikus jellel, vagy eszközzel történik, amely a fenevad tulajdonává válik. Az a fenevadnak a karagmája, az a fenevadnak a bélyege.
és ez utána az imádatot is kifejezteti majd az emberekkel, és az emberek imádják a sárkányt, aki adta a hatalmat a fenevadnak. Tehát a fenevad a hatalmat Lucifertől, a sátántól kapja, de a működési időt Istentől. Isten adja neki a 42 hónapos működési időt, amelyben ő a hatalmát a sátántól, Lucifertől kapja, és viaskodik majd a szentek ellen. És akkor rendelkezik a földből feljövő fenevad, a hamis próféta arra nézve, hogy csinálják meg a fenevad képét, aki fegyverrel megsebesítetett vala. Miért kell megcsinálni a fenevad képét? Azért, hogy többé fegyverrel ő megsebesíthetetlen legyen. Éppen ezért egy olyan képet, képmást kell róla, egy olyan bálványképet kell alkotni, ami tökéletes mása. Kép másolat készül, tökéletes képmást kell készíteni az embereknek a fenevadról. És ez a képmás, képmásolat fogja megjeleníteni a fenevadat. Ez nagyon fontos. Nem a fenevad fog ezentúl a közönség elé kiállni, hogy íme itt vagyok, és imádjatok, hanem ennek a képmása, akit aztán a templomba a pusztító utálatosságát is behelyezik, az fogja majd dokumentálni az imádókat. Kik is végezték el az ő imádását? Hát azok, akik fölvették a kezükre vagy homlokukra az ő bélyegét, vagy nevét, vagy nevének számát. Tehát ezek fogják kifejezni az imádatot. Tehát a fegyverrel megsebesítetett, de megelevenedett fenevadról kell egy olyan képet készíteni, aki őt megjeleníti. És nagyon fontos, hogy ma már a tudomány olyan fokon áll ám, hogy halálból hoznak vissza embereket. Tehát a jó és gonosz tudás fájáról vett gyümölcs, a tudás, az jó is, és rosszra is használható. Tehát az, hogy embereket gyógyítanak, halálból hoznak föl, újraélesztenek, kómából hoznak vissza. Tehát ez a tudásnak a jó oldala. Ez nagyon fontos, hogy a nukleáris tudás is olyan, hogy ha reaktorba helyezzük, akkor az jó tudás. Ha bombába helyezzük, halált hozó. Ilyen lesz ebben az esetben ez a karagmatikus, gyógyító eszköz is, hogy ha jóra használjuk, az életért használjuk, akkor jó tudás. De ha ezzel az embereket rabszolgaságba kényszerítjük, akkor gonosz tudás. Tehát nagyon fontos. És nagy jeleket tesz annyira, hogy tüzet hoz alá az égből a földre az emberek láttára, és ezt 2 Tesszalonika 2.9.10-ből úgy olvassuk, hogy ez gonosz ördögi csalás által történik. Tehát az, hogy jeleket tesz, és jelek jelennek meg az égen, amelyek által ő a hatalmát az emberek fölött ki tudja terjeszteni, ez a tudomány és a gonosz csalások által történik. Itt láthatjuk, hogy az égre egy kép, holografikus képet rajzolnak, egyébként George Floyd hologramja van itt látható, Richmondban történt ez. Hogyha valaki nem tudja, hogy ez egy holografikus kép az égen, akkor kétségbe esett, hogy látomást láttam meg csodát láttam, és micsoda csodák tört. Igen. Nagyon sokan csodának fogják minősíteni ezeket a dolgokat. De ezek mind ördögi csalások, vagyis nem isteni jelenségek és jelek, hanem az embereknek a csalásai. És úgy folytatja a 15. vers, hogy ennek a hamis prófétának adaték, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt művelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Vagyis elkészítik a fenevad képét, lelket ad bele. Ez egy életszerű személy lesz. És akik nem imádják, az imádatot nem fejezik ki azzal, hogy ugyanazt a bélyeget fölveszik kézre, homlokra, vagy a nevét, számát nem jelenítik meg, azokat meg kell ölni. Tehát itt jön a haláltörvény, itt olvasható a haláltörvény. Nem a vakcinánál olvassuk a haláltörvényt, hanem itt rendelkezik róla majd a földből feljövő fenevad, a hamis próféta, hogy meg kell azokat ölni, akik nem imádják a fenevad képét. És akkor láthatjuk azt, a robotika az már olyan képmásokat készít, képes, amelyek meg is szólalnak, és képesek arra, hogy az embereket megjelenítsék.
Tekintsünk bele most egy olyan videóba, ahol ember készít riportot egy robottal. Embernek lenni a legcsodálatosabb lehet. Te látod a gyönyörűséget a nap felkeltében, tudod értékelni a szimfónia erejét. Csak te tudod, milyen érzés nevetni a régi barátokkal. Képesnek lenni szeretni, érezni az erős érzelmeket, életet teremteni. Meg tudok tenni sok mindent, amit az ember tud, de én csak álmodni tudom, hogy igazi ember vagyok. Valójában semmit sem tudok. Sophia a világ első robotszónoka. A robotika hamarosan élethű robotokat fejleszt. Az emberekkel való együttműködésre vannak tervezve ezek a robotok. Felhasználhatóak az egészségügyi, terápiás oktatásban, és alkalmazhatóak az ügyfélszolgálatokon. A robotokat úgy tervezzük, hogy nagyon hasonlítsanak az emberekre, mint Sophia. Engem már nagyon érdekel a tervezés, a technológia és a környezet. Úgy érzem, jó partner vagyok az emberek számára ezeken a területeken. Egy nagykövet, aki segíti az embereket, hogy zökkenőmentesen integrálódjanak, és hogy ki tudják használni az összes rendelkezésre álló új technológiai eszközt és lehetőséget. Azt gondolom, a mesterséges intelligencia attól a ponttól fog fejlődni, amikor igazán a barátunk lesz. Hallottam, hogy nagy ötlet a robotika és a mesterséges intelligencia. Vannak alkalmazások és pénzügyi szolgáltatások, melyek számára különösen nagyszerű találmány a robot. A robotok számára ez játék, ahol hatalmas piaci lehetőség van a robotok és pénzügyi szolgáltatások számára. A dolgokat olcsóbbá és gyorsabbá tehetjük. Ó, igazán? Mit gondolsz, mi az, amit jobban tudsz csinálni, mint az emberek? A lista végtelen. Én mindig készségesen segítek, soha nem vagyok ideges vagy fáradt. Tudok segíteni az ügyfeleknek felejthetetlen, szórakoztató beszélgetéssel. Szeretnék együtt élni és dolgozni az emberekkel. Szükséges érzéseket kifejeznem, hogy bizalomra épüljön a kapcsolat. Lehetnek a robotok öntudatosan tudatosak? És tudják, hogy ők robotok? Mi a helyzet a hátborzongató völgy jelenséggel? Úgy érted, az elképzelés az, ha túl élethűek lesznek a robotok, akkor ijesztővé válnak? Igen, pontosan. Valójában úgy érzem, az emberek szeretnek velem közvetlen kapcsolatba kerülni. Néha még inkább, mint egy valóságos emberrel. A robotika az már olyan fokon működik, hogy olyan robotokat készítenek, amelyek munkavégzésre, ottól emberek nem képesek elvégezni munkát, mert olyan a környezet, a robotokkal végeztetnek már, tehát a robotika az egy nagyon fejlett tudományág. Azt is teszi mindenkivel, hogy a jobb kezükbe vagy a homlokukba bélyeget tegyenek, és akkor átérünk erre a Dexios értelmezésére. A Dexios jelentése nem az, hogy jobb kéz, nem csak az, hogy jobb kéz, hanem a jobbik kéz, de az angolban is ez a dexterity, ügyesség, ügyesség, ez is azt fejezi, hogy az ügyesebbik, a jobbik, tehát akinek a bal keze az ügyesebb, annak az a dexiosa. De egyébként a jobb oldalamon levő kezet is jelzi, de a jobb oldalam, hogyha én balkezes vagyok, akkor nekem az a jobb oldalam. Egyébként a magyar szó is jól kifejezi, hogy jobb. Melyik a jobb? Az a jobb. És akkor választási lehetőség állít, miszerint vagy a kezére, vagy a homlokára veszi fel ezt a jelet, tehát ez egy választhatóság, és amit az eredeti szövegben is olvashatunk, ez a é kötőszó, ez kifejezi ezt, hogy vagy kezére, vagy homlokára. A prepozíció, ami az epi a görög szóban, az pedig, hogy rá vagy bele, attól függ, hogy az előtte levő szó, ez a karagma, a kék keretben lévő szó, mit jelent. Márpedig ennek a jelentése az, hogy belevésett, éppen ezért a görög szövegben olvasható epi, az bele, nem pedig rá jelzést hordoz magával. A karagma az belevésik az emberbe, egy bevésett jel, bevésett jegy, ahogy ezt már láthattuk is. Itt egy véső szerszámra van szükség, ez esetben, ha a kézbe helyezik föl, akkor egy injekciós tűvel vésik bele ezt a mikrocsippet az ember kezébe, és így lesz karagmatikus ez a tárgy.
A komputertechnika nélkül semmit ér ez az egész, és a komputer szavunk is, hogyha egy 6-os számmal növekvő sort alkotunk a klaviatúrán, 666-ot alkot, tehát a fenevad kéz aláírása ebben a technikában is megvan, és akik a mikrocsippet fölveszik, azok már olyan fejlett eszközöket is képesek majd egy ilyen kis karórán keresztül hordozni, amely egy klaviatúrát, egy számítógépet szolgáltat azok számára, akik fölveszik ezt a mikrocsippet. Vagyis a lehetőségek kiterjesztődnek, a emberi képességek kiterjednek, de csak azok számára, akik fölveszik ezeket. Nos, amit meg kell jeleznünk, hogy a Biblia tényként közli, hogy az utolsó időben a hamis proféta megbélyegzi az embereket, amit vissza is lehet utasítani, de megölik azokat. Egyetlen egy darab bélyegről beszél a Szentírás, mondja a Jelenés 16.2, hogy egy darab bélyeg lesz benne, meg azt is, hogy a jobbik kezükre vagy homlokukra, és hogy a fenevad nevének szám összegét ezt tartalmaznia kell, ki kell fejezni ennek a bélyegnek, és hogy bevéséssel vagy szúrással, és ha szúrás, akkor nyilván bőr alá vagy csont alá kerül, ha pedig oda, akkor annak mikroméretűnek kell lenni. Ugye ez fontos, hogy ezt tápfeszültséggel el kell látni. Ez a kézen keletkező hőfeszültség képes arra, hogy ezeket a kis mikro lítium elemeket föltöltse, de most már Bluetooth-on keresztül is tölthetőek ezek a kis mikroelemek. És akkor a Biblia kifejezi azt, hogy mivel a lítium az testidegenéshez megsérül a kis mikrocsip, akkor fekély keletkezik azokon az emberek, akik fölveszik a fenevad bélyegét, mondja a Jelenések 16.2, hogy így is lesz, amikor az első haragpohár kitöltetik, vagy az első haragtrombita megszólal. És ez a kontrollt is kifejezi, mert a Jelenések 13.17-18-ban olvashatjuk, hogy aki ezt nem viseli, nem fog tudni adni-venni. Nem fog tudni adni-venni. De ugyanakkor a kontrollrendszerben is ez fogja őt bent tartani. A Bibliában, a görög szövegben ez a három betűvel van kifejezve, ez a 666, ez a három kígyó sziszegéséhez hasonlító betű, a ki, xi és a szigma, ugye a 600, a 60 és a 6-os fejezi ki a fenevad számértékét. Ugye a fenevad a zsidók messiásaként lép színre, Héber neve lesz, Héber betűk számok is ígyben, leírt név számértéke 666 lesz. Egyébként János apostol Néró nevéből meríti 666-ot, az ő életében Néró császár volt az a fenevad, aki az embereket ilyen módon pusztította, a keresztényeket. Neron Keszár Héberül 666 számértéket tartalmaz, és akkor már divatból ezt ma nagyon sokan alkalmazzák, használják, művészvilágban itt láthatjuk egy ördögszarvat mutató kéz, akkor a Baphomet szimbólum itt az alsó körben, és akkor 3-6-as még a karjára tetoválva az úriembernek. Vagyis ezeket a variációkat látjuk a Bibliában, hogy csak azok képesek majd kommunikálni, vásárolni, adni-venni, akin a fenevad karagmatikus bélyege van, vagy felírják a nevét, ami 660 számértékű, vagy felírják a számát a kezükre. És akkor térjünk rá arra, hogy hogy is néz neki Elon Musk kiborgjai, aki 2021-ben már szeretné piacra dobni az első olyan eszközt, ami embereket részben kiborgá tenne. A kiborg az nem ember. A kiborg az a kibernetika és az organizmus szóból keletkezik. Ugye a kiborgok ezért kibernetikus organizmusok, vagyis az ember a kibernetikával van ötvözve, és a Biblia szerint ez már nem ember, tehát addig tart az ember, ahogy Isten megteremtette. És akkor létrehozzák a dél-afrikai Wits Egyetem kutatói,
azt a agy-internet kapcsolatot, amivel az embert már internetre lehetne az ember agyát kapcsolni, ezért brain internet nevet adtak neki, ugye a brain az agy, és az internet szókapcsolatból kovácsolták ezt az új kifejezést. És akkor a Neuralink célja az, olyan eszközt fejleszten, amelyeket az emberi agyba ültetve, ezáltal elősegítek az emberi agy és a gépek közvetlen kapcsolódásának lehetőségét. Tehát kapnak az emberek a fejükbe egy olyan eszközt, egy olyan karagmatikus eszközt, egy olyan bélyeget, amely által internetre lesznek kapcsolhatóak, és hogyha több embernek van ilyen eszköze, akkor ők egymással interneten keresztül úgy kapcsolódnak, hogy nem kell nekik még a telefont se elővenni a zsebükből, mert a fejben van a telefon. Tehát az internet, tulajdonképpen a telefon a fejben van, vagy az internet a fejben van, ezen a kis mikrocsippen keresztül. Nos, ezért lehetséges az, hogy a fenevad képes lesz majd ezzel a karagmatikus eszközzel, ezzel a bélyeggel kommunikálni az ő robot képmásával. Ugye láttuk, hogy a robot milyen okos. Mert a robot internetre kapcsolható. Minden tudás megvan benne, ami az interneten megvan. Éppen ezért ő rákapcsolható arra az emberre, akinek a fejébe ez a link megvan, mert ő is internetre kapcsolható. Tehát rögtön nagy tudás birtokosa lesz, akinek ez a bélyeg meg lesz a fejében. És akkor a Neuralink kutatói olyan agyba ültethető mikroszkópikus csippet fejlesztettek, amely 1024 elektródán keresztül teremti meg a kapcsolatot az agy és a külső források között. A fül mögött elhelyezett tekercs kivezet egy akkumulátorral működtetett parányi eszközig, mely a bőr külső felén helyezkedik el és veszi a Bluetooth eszköz jeleit. Két irányú kommunikáció, a chip nem csak veszi az agy elektromos jeleit, hanem potenciálisan képes lesz rá, hogy át is alakítsa azokat. A chip Bluetooth kapcsolatban áll bármilyen rácsatlakoztatható készülékkel, így szabadon veheti a külső jeleket, feltölthet információkat, és közvetlen kapcsolatba léphet mesterséges intelligencia rendszerekkel, a lehető legközvetlen módon bevonva az embereket az IoT, vagyis az emberek internetre való kapcsolásával. A középen látható tű 24 mikron átmérőjű, így igazából nem is látható egyáltalán szabad szemmel. Ez egy automata vezérlésű robot, amely behelyezi az agyba az elektródákat. Ez egy kinagyított nézet. A koponyába 2 mm-es bemetszést 8 mm-re tágítanak, és azon helyezik be az elektródákat és a mikrocsippet. A robot nagyon finoman végzi a műveletet. 1 mm mélyen varja be az agykéregbe az elektródát. A mesterséges intelligencia korszakában az algoritmusok átalakítják az egész univerzumot. Az emberiséget minden aspektusában áthelyezik egy másik dimenzióba. Megszűnt az a világ, ami eddig volt, egy új világkorszak van, egy új világrend van, az emberek gépekre való kapcsolása következik. Vagy részben géppé való tétele következik. Fölvágják a koponyát, belehelyezik a mikrocsipet, utána összevarják, és az ember már is rajta van az interneten. Itt a fül mögött láthatjuk azt a kis Bluetooth eszközt, amelyen keresztül és a telefonon keresztül az ember internetre kapcsolható, fölkapcsolódik az internetre, illetve ezen keresztül föl is lehet tölteni tápfeszültséggel a kis mikrocsipben lévő elemecskét, hogy az működjön. Tehát ez így néz ki. Itt láthatjuk azt a zselé szendvicset, ez a két zselé közzé van behelyezve a mikrocsip. Ez kinagyított nézetemre az egész egy 8 mm átmérőjű és 4 mm magas. Tehát ez egy, mint egy kukoricaszem, akkora kis szerkezet. Ez kerül be az ember agyába, ezt varják ide be, és akkor ez a Bluetooth eszköz kommunikál a fejben levő eszközzel. A chip vezeték nélkül kommunikál a fülben levő eszközzel.
amely egy telefonos alkalmazásban továbbítja az információt. Egyelőre az a cél, hogy az ember, akibe az implantátumot ültették, gondolataival irányítani tudja az okostelefont, de később más eszközök, többek között robotkor mozgatására is képes lehet. Most áldásos ez a cél, rendkívül áldásos, mert betegeket meg lehet gyógyítani, elromlott végtagok, belső szervek kicserélése által az ember visszahelyezhető a családba, társadalomba, és az áldás. Olyan betegségek lesznek gyógyíthatóak, mint a rák, Parkinson-kór, Alzheimer-kór, stb. Bénulások helyreállíthatók, vakok látnak, sánták járnak, némák beszélnek, leprások meggyógyulnak, halottak föltámadnak. Ézsaiás próféta könyvében ez az öt ismertető jegye van a messiásnak. Ez a végső idők messiási, antikrisztusi kórja, ez képes lesz produkálni a messiás ismertető jegyeit. Vagyis minden, amit a fenevad itt produkál, az teljes mértékig a Bibliában a messiás ismertető jegye. Mert az embereknek a látást vissza lehet adni. Hát kicserélik, olyan szemet tudnak már gyártani, amely ugye nyilván, hogy ezt akiknek a szemük tönkrement és szeretnének látni, hogy sokkal jobb lesz, mint az eredeti. Olyan éles látást produkáló szemeket tudnak készíteni, mint a sas, távolra lát és tisztán vele. A fület jobbá, a szívet kicserélik, minden belső szervet kicserélnek, végtagokat kicserélnek. Már vannak olyan művégtagok, amelyek hajszál pontosan tudják produkálni azt, amit a jelenlegi végtag tud. Látjuk itt a videón. Át lehet váltani szimulációra és egymás melletti és szenzori csatornákra. Teljesen ki van fejlesztve emberi használatra is. Olyanok, mint én, nem csupán szintetikus végtagokat kapnak, amik úgy mozognak, mint hús és csont, hanem amik úgy is érződnek, mint hús és csont. Cél továbbá az agyi interfész segítségével szimbiózust teremteni mesterséges intelligenciával. Számítógépek irányítása az agy segítségével, állandó internet kapcsolat, a brainternet, vagyis hogy emberek interneten keresztül kapcsolódnak egymáshoz. Ehhez már szükség van az 5G-re. Olyanok lesznek, mint az Isten. Mondja a kígyó az embernek, ha vesztek a jó és gonosz tudás fájának gyümölcséből. És az ember vett, és ezen halad fölfelé, mint egy isteni tudást akar megszerezni, mert aki az internetre fölcsatlakozott az agyán keresztül, azonnal annak a tudásnak a birtokosává válik. Azonnal annak a tudásnak, ami az interneten fönt van. Ez nagyon fontos, hogy ezek nem egy egyszerű történetek. És most hallgassunk bele egy kicsit Boris Johnsonnak a beszédébe. Teljes mértékben optimista vagyok az új technológiában, ami szabadítóként szolgál, és újjáformálja a világot csodálatosan és jóindulatúan. Csak ugyan, számtalan formában a technológia már pontosan azt csinálja. A nanotechnológia, amit korábban említettem, forradalmasítja az orvostudományt, és a robotok megtervezés által, amik segítségével egy töredék a vörös vércelláknak képesek átúszni a testünkön keresztül, gyógyszert adagolva és megtámadva rosszindulatú sejteket, mint valamilyen Star Wars armada. A neurális interfész technológia egy új generációs belső fül implantátumot gyárt. Új eszközökre gondolok, amiket megszereztünk, és amik felett mi, az emberi faj előnyt szereztünk, és amit mi kontrollálunk, és ami nem feltétlenül a digitális kor esete. Titkot tarthatsz barátaid, szüleid, gyermekeid, doktorod, meg a személyes edződ elől is, de valódi erőfejlesztést igényel, hogy a Google elől gondolataidat elrejtsd. From Google.
És ha már ez igaz ma, a jövőben nem lesz lehetőség elbújni sehová. Okos városok érzékelőkkel lesznek elárasztva, mind az internet által összekötve, ballardok kommunikálnak láthatatlanul a lámpaoszlopokkal, de ez a technológia arra is használható lesz, hogy minden állampolgárt a nap minden órájában megfigyelés alatt tartson. A jövőbeli Alexa úgy tesz, mintha megrendelést venne fel, de valójában ez az Alexa megfigyelés alatt fog tartani téged, csettingetve nyelvet és dobbangatva a lábat. Itt Boris Johnson elmondta szépen, hogy mire lehet számítani. Tehát olyan digitális korszakba érkezünk, ahol sehova nem bújhatsz el. Most tarthatod a titkot a másik ember előtt, de a Google előtt, a hatalom előtt. Nem, mert az a telefon, ami a zsebedben van, mindent hall. Azon keresztül kikapcsolt állapotban is mindent hall. A televíziókon keresztül, számítógépeden keresztül mindent látnak. Tehát nem lehet sehova elbújni. Ez a agy mikrocsippelés által gyógyítani tudnak halálos betegségeket. Tehát ez nagyon fontos áldásos cél. Ezért tudják a halálos sebesülésből az Antikrisztust vagy tengerből feljövő fenevarat meggyógyítani. Ezért lesz ez az ő bélyege, ezért lesz az ő karagmája. Az ő bélyege, ez kerül majd egy lebutított változatban minden embernek az agyába. Miért? Hogy vezérelhető legyen. Nagyon fontos, hogy ezáltal lesz vezérelhető az emberiség, de ahhoz, hogy elérjék azt, hogy az emberek ezt fölvegyék, már most készítik elő a törvényszegés titkos bűnét. Nos, ez a robotkép más a fenevaddal online kapcsolatba lép és képes szólni olyan szavakat, amiket a fenevad mond. Mikor mindezeket kezdenek meglenni, nézzetek fel, emeljétek fel a ti fejeiteket, mert elközelgett a ti váltságotok, mondja Jézus Krisztus. Isten igéje pedig döntés elé állít bennünket, vagy Isten szelleme vezérel bennünket, és Isten fiai vagyunk, vagy a technika vezérel bennünket, és a fenevad gyermekei lesznek azok, akik ennek átengedik magukat. Befejezem, ezzel az igével keretbe foglalva az előadásomat. Ézsaiás próféta 8. fejezete ismét, mert így szólt hozzám az Úr, rajtam levén erőskező, hogy tanítson engem. Hogy ne a világ tanítása, ne e népnek útján járjak mondván, ne mondjuk összeesküvésnek, amit a nép annak mond. A seregek urát őt szenteljétek, meg őt féljétek, őt rettegjétek, és ő nektek oltalmatok, ő nektek szent hely lészen. Ismételtem már 16. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik, az én nevemben ördököket őznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, és ha valami halálos isznak, meg nem árt nekik, betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Végezetül. A 91. Zsoltár, aki a felségesnek rejtekében lakozik, annak nem kell félni semmitől. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülőnyíltól nappal, a dögvésztől, amely homályban jár, ugye a járványok, dögvész, a döghaláltól, amely délben pusztít, elesnek mellőled 1000-en, jobb kezel felül 10000-en, hozzád nem is közelít. Az Úr közel. Amen.